Mint arról már korábban beszámoltunk, több alkalommal táborozhattak idén a kézilabda sport iránt érdeklődő fiatalok. A Gézengúz UKC saját versenyzőinek szervezett edzőtábora már lezajlott augusztus első felében, a most zajló második kalocsai turnusba viszont olyanok is jelentkezhettek, akik még csak ismerkednek a kézilabdával. Elég vegyes a társaság, itt is több olyan gyermekünk van, aki ugye a fiatalabb korosztályból ugyan, de már több éve gézengúzós. Nekik is ugye egyrészt valamilyen szinten felkészülési jellege van ennek a tábornak, hiszen ők is majd ősszel újra bekapcsolódnak itt a küzdelmekbe, és nagyon sok olyan gyerekünk van, aki vagy nem fogott még kézilabdát, vagy nagyon-nagyon kevés alkalommal, de ez a tábor igazából arról szól, hogy megismerjék ezt a sportágat, jól érezzék magukat, közösségben legyenek. A tábor népszerűségét jól mutatja, hogy összesen 90-en jelentkeztek rá, ami, mint megtudtuk, minden eddiginél magasabb részvételt jelentett a szervezők számára. Az étkezés és a szabad programokkal nincs baj, hiszen oda beférünk, ugye azokat az időpontokat, amikor nincs edzés, azt itt töltjük itt a volt főiskola udvarán. Holnap majd megyünk egy szekszárdi fürdésre, viszont a szakmai részt csak úgy lehet, hogyha csoportbontás van. Ezt most is meg kellett tenni, három különböző helyszínen folyik egyszerre a kézilabda oktatása. Itt ugye a csoportbontás korosztályra, nemekre és ugye felkészültségi szintre megfelelően történt. Természetesen a résztvevőket is megkérdeztük, hogy hogyan érzik magukat itt a táborban, és mi az, ami a leginkább tetszik nekik itt a gézengúzók közt. Ez az első évem a bőrkézilabdások között, első táborom, élvezem, és legfőbb képpen a játékok tetszenek. A remek csapatmunkáról és a jó hangulatról a szerdai közös edzésem tanúbizonyságot tettek az edzők és tanítványok is, hiszen, mint az látható, a gyakorlott és kevésbé rutinos fiatalok is egyaránt oda tették magukat a különböző feladatokban.